Sziasztok srácok, illetve lányok! A mai videóban elérkeztünk a következő Life of Luxury videóhoz. Igazából már tényleg nincs sok rész hátra, mivel konkrétan szerintem ez a legutolsó videó, amit még nem láttunk a csatornáról, és innentől kezdve már csak az új részeket fogjuk tudni nyomon követni, de megnézem azért a csatornát, hogy melyiket nem láttuk még. Lehet, hogy még van egy-két rész, amit nem láttunk. Talán ez se. Na mindegy, ez se. Jó, azért van még, na. Hogyha még nem tettétek volna meg, akkor mindenképpen kövessetek be Instagramon, illetve Twitch-en, mivel hamarosan el fogok kezdeni streamelni, és az, aki nem akar róla lemaradni, az kövessen be. Girl named Anna. Anna says that her dog ran away into the woods, and when he crawled back into the house, something was wrong with him. Tehát Anna azt állítja, hogy egy nap elszaladt a kutyája be az erdőbe a fák közé, és miután visszajött, valami nem volt a kutyával rendben. Érdekes. Says that she hears cracking noises when he walks and that his skin looks like it doesn't fit his body. She also says that her dog is very angry if she tries to turn on the lights. Tehát a kutya az egyáltalán nem úgy néz ki, a bőre sem, meg semmi nem úgy néz ki rajta, mint régen, és elég ideges is, amikor megpróbálja felkapcsolni a lámpát. Tehát gondolom, nem szereti a fényt. She sent us this video for proof. Ezt a videót küldte. So today we're gonna drive out to Anna's house to try to find out what's going on with her dog. Let's go. Na nézzük, mi van ezzel a kutyával. So how are you feeling about this case? Dude, I just don't know what her dog acting weirdly has to do with us. Well, she sounded really worried in the email she sent us, so let's just go check this out. Bro, we are in animal control. This isn't our job. Well, if she wants our help, let's just go try to give it to her, okay? Chester szerint ez nem az ő dolguk lenne, hogy ezt az egészet elintézzék, mivel ők nem az állatokkal foglalkoznak. De Parker az mindenkit meg akarja nézni, mivel szerinte a nő nagyon aggódik, és a üzenet is, amit küldött, az ilyen elég aggódó. Kíváncsi vagyok, hogy egy kutyával mégis mi történhet, mi rosszat tud csinálni azzal az emberrel. Ami milyen jól beállítottam most a kamerát, most nem azért. De azért na. De jó ház. Szóval. Miért néz ki minden ilyen ház kívülről? Így. Ó, csak nem meg akarta enni. Viccelek, nem. Bejöttünk? Uha. Csak legyünk csendben, nem akarom, hogy fölkeljen. Oké, Anna, thank you for letting us sit down with you. So you were a little vague in the email you sent us. Can you tell us more about what your dog's been doing? Mit csinál a kutyád? El tudsz róla mondani többet? Tehát most mesél el az egészet, hogy egyszer elszaladt ugye a kutyája az erdőbe, nem tudta őt elkapni, majd végül visszajött, de nem üdvözölte a csajt. Csak fölmászott a lépcsőn és bement a szobájába. Nem olyan, az nem hangzik úgy az ugatása, mint régen. És csak volt egy éjszaka, hogy csak nézett engem éjszaka. I just didn't know what else to do. Do you think that something in the woods might have scared or hurt him? I don't know. Szerinted valami bántotta őt az erdőbe? Vagy megijesztette? És a csontjai azok kiállnak a bőréből. Hát akkor ez tényleg nem hangzik túl barátságosan. Listen, Anna, I understand you're scared right now. Megértem, hogy félsz. De már meg kell nekünk mutatnod ezt a kutyát. Itt van benne, de külön szobája van a kutyának. Azt mondta a csaj, hogy fölment a szobájába. Jó élet van. Ott a kicsi kutya. Ki a kutya?
What's wrong with it? Bro, there's something wrong with that thing. Valami nem oké ezzel a dologgal. Szerintetek van valami baja? Igen. Listen, if you just want to go to sleep, we're gonna set up some cameras in this place to try to see what he's doing at night that's making all those noises. Lesznek fel kamerákat. De mutassák már nekünk is, hogy néz ki a kuta. Okay, let's get to work. If you just want to go to sleep. Bro, what was back there? Dude, there's something wrong with that thing. What? Valami nem oké. Are you sure this isn't for animal control? Szerintem ez nem az állatokkal, mindegy, nem tudom, hogy kell lefordítani, mindegy. Chester azért mindig azon van, hogy ez nem az ő munkájuk, hanem az állat, azoknak, akik az állatokkal foglalkoznak, nem tudom, hogy kell lefordítani. Na, főpakolják a kamerát. Tegyünk egy kamerát a kuta szobájába. Na, olyan fura, hogy most egy kutyát kameráznak be. Amúgy. És nem valami szörnyet. Kimentünk az autóba. Oké. Okay, so we just got back to the car to watch these cameras. We have one in Anna's room, the hallway, and the dog's room. Dude, you saw that dog. What's wrong with it? Is it sick or something? Bro, it just beteg vagy valami? Look normal to me. I just don't think it's really dealing with a dog like this. Dude, let's just watch the cameras for a little bit and see what this dog's doing at night, okay? Right. Nézzük meg a kamerát, hogy mit csinál éjszaka a kutya. Anna szépen alszik. Itt nincs semmi. De milyen üres minden amúgy. Mindig, minden részben. Ó, az mi? Itt volt valami. Ajaj, ott van. Menj vissza a kutya szobájába, szerintem fel kell. Dude, why does he move so strangely? Miért mozog ilyen furán? Dude, what kind of noise is that? Ez milyen, mifajta hang? So sick. Dude, I'm really freaking out right now. Is Anna waking up? Let me see. Anna felkelt? Nem. Okay, so Anna alszik tovább. Let's just keep watching this. Tele fura hangja van amúgy. Okay. Uha. Ajaj. Itt valami nem oké. Itt lesz valami. Ez egy ember. Nem is kutya. Is he going to Anna's room? Why is he walking like that? Miért sétál így? Azért, mert egy ember kutyának öltözve. Ajaj. Anna! Vagy Anna? 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 Be kell mennünk. Csak nézi őt. Megnyalogatja a kezét. Az miért olyan undorító? Miért ilyen hosszúak a nyelvei? Nekem is szokta nyalogatni a kutyám a kezemet. Még se hívom a párkeréket. Ajaj. Megvadul. Ez nem egy állat, ez nem egy kutya. Hát felállt. That's what she said. A kutya meghallott, kutya. Szóval valami meghallott, hogy jönnek, egyből elmenekült. Ez amúgy fix egy ember. Yo, what is this stuff? Is this part of the dog? Yo, let's go tell Anna, let's go, let's go! Várja, várja, várja. Tehát akkor ez valóban nem egy kutya volt, hanem egy csávó. Aki aztán levette ezeket a ruhákat, meg gondolom megijedt, és elmenekült vissza az erdőbe.
Woo! Visszavezettük Annát a mi házunkhoz. Nem volt ötletünk, hogy ki volt ez az ember. Mi lett a kutyával vajon, az igazi kutyával? Igenis, a állatvédők, nem tudom, megtalálták a rendes kutyáját Annának. Akkor jó. Fú, amúgy ez egy durva rész volt, hogy őszinte legyek. Viszont így nem maradtak kérdések a videó végén. Talán annyi, hogy ki volt ez az ember. Hát azt soha nem fogjuk megtudni. Valami beteg, gondolom. De hogy a Annának hogy nem tűnt fel, hogy ez csak egy jelmez. Tehát, hogy, és hogy úgy mozog, mint egy ember. Hú, ott az Annával is volt akkor baj. Na, de én mindenkinek meg szeretném köszönni a figyelmét. Írjátok le, hogy mit gondoltok erről a részről a kommentbe, és hogyha tetszett, akkor azt jelezzétek egy lájkkal, és iratkozzatok fel a csatornára. A következő videóban találkozunk. Jók lehetek. Sziasztok!